Neka je za Bogu reći, prosim nam tam odnoram. Big space king. Vannak kijáratok. Ebből akármelyiket választja. Itt most egész jó pozíció. Ó, is ketten vannak. Hát akkor ez már az engedd el kategória. Hagyom, hagyd menjen neki. Kettő ellen nem biztos, hogy sokat érnék, úgyhogy bantiuk is van. Meg még jönnek is rájuk. Az egyik. Itt előttünk esett. Szerintem ő is. Gyakorlatilag erre futunk, az már jó.
nagyon jó esne, ha ki is tudnék érni. Jaj. Aki a nyomomba van. Béna vagyok ezekkel az Iron Sight-okkal. Még hogy nem tudom előni a hizétímet, majdnem ott hagytam őket. Játszatok csak. Még azért farmalok, meg ilyenek. De előttem mind a kettőt, az igen. Soha nem mondd azt, hogy soha. Bevették a másik bountyt. Közön és távol senki. Lehet, hogy csak egy elfejelő gránát volt. Több mint valószínű, hogy elterelő gránát. De majd lefoglalja a belmótot. És kint vagyunk. Hú, hát ez azért kemény volt. Az három ember ebbe a körbe. Azt a rohadt. Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy az elsőt megadja, mert ugye az gyakorlatilag nem én öltem meg, csak segítettem benne. Ez a bounty kertjáró dolog. Egy olyan kutya, egy zombi, egy másik kutya, egy bogaras boszi, egy ilyen tüzes szar. Nézd, egy kill, két kill, és csak kettőt számolt. Az elsőt nem adta be sajnos.
Megint kaptunk egy új fegyvert. Na, annyi fegyverem lesz, hogy azt se tudjak, hogy mivel mit csináljak. Hogy valaki fölvette a bantit, és ez a csapat ráment, és tőle szedték el a bantit, én meg elszedtem tőlük. Igen, és arról említése tesz, amelyikbe belelőttem. Is van az utolsó fejlesztés, szerintem ehhez puskához. Igen, minden megvan, kereshetünk egy másik puskát, amivel toljuk. Springfield ez ilyen egylövetű, az annyira azért most nem erőltetném a dolgot. Ugye a Nagant azt már csináljuk. Nem tudom, hogy ez a... Nem. A Winfieldhez meg abszolút nem. Vagy ez is egylövetű? Mindegyik egylövetű? Jó, de a Winfieldet is tudjuk húzni, mert tudtuk. A Spring, de a Winfield az ilyen izé. Winchester. Ez ugye sörétes, azt se feltétlenül szeretném. Ugye ezt kihúztuk. Ez is elméletileg sörétes. Szerintem ez dupla csöbbi. Ezt mondjuk lehet, hogy kipróbálnám. Aha. Nem, az vadászpuska. Ez is ilyen egylövetű. Nem, a Winfield az nem egy lövetű. Winfieldből két fajta is van. Jó értelme, nem? Ugye a nagát azt húzzuk. Ja, mert a lősz 1895-ös Silencer. Ja, hogy van ennek egy ilyen officer verziója. Tehát én most ehhez húzom a lőszert. Jó. Végül is az is megfelel, és utána megnézzük az officer verziót. Officer verzióhoz azt, amilyen puska lesz belőle. Az igen, egy konkrét fölfegyverrel felél. Amilyen gyors, meg is felel annak. Jó. Oké. Hát így egyszerűbb, ha úgy nézzük meg. Egyrészt neki most kiosztjuk a pontjait. Szokásos kis buildet összerakjuk. Egy pont maradt sajnos.
Így megvan. Upgrade-be jött valami új upgrade. Ja, most már tudok kevésbé esni. Nagyon jó. Őt most üresre pakoljuk. És megnézzük, hogy mi olyan izét lehet állítani, hogy favorit, legendary, command, medium, long, shell. Nem, úgy látom. Ilyen nem lehet állítani neki. Ebben három lövés van, ha jól látom. Ez dupla csövű. Most ilyeneket nem nézzük. Léből. 10 per 5. Még szerint 5-10-et tud lőni. Ez nem lehet rossz egyébként. Ő egy egyes lövésű, ezeket a végére hagynám, majd akkor szórakozunk vele. Ő is egyes lövésű, ő pisztoly, ő is egyes lövésű. Úgy gondolom felhúzós lesz, és ő sörétes, ugye? Springfield az egyes lövésű, arra jól emlékeztem. Ő ugye sörétes, nem is rossz. Minkőd és a C. És van még egy ezen kívül. Ez ugye egy jobb puska, az elején nagyon sokat használtuk. Jó, szerintem megnézzük a labelt. Nézzük meg a labelt, én arra vagyok kíváncsi, hogy az milyen. Ugye egy labelt betesszük. Akkor a sima megánnak egyelőre berakjuk ezt a verzióját, hadd izé jöjjön ki abból a lőszer. Itt nagyon jól állunk, mert ilyent kell beraknunk, ilyent, meg egy molotovot, dobókést elvisszük, miért ne, úgyse fogjuk használni. Sima kés is élettöltés. Megnézzük, hogy a labelnek egyébként milyen fejlesztései lesznek. Label lesz lőszer. Ez nem tudom milyen fejlesztés. Itt is lesz talon, ezen gondolom a tuson vannak kések. És Marksman fejlesztés, meg még egy lőszer. Ez mit tud? Nem tudom, hogy ez mit tud, megnézzük majd. Yeah, mindent beállítottunk. Ezt a szemment megnézem. Krútot 3-at találtunk, 4-et ír egyébként. Ő beszámolt valamikért. Nem? Ugye volt az, amikor képtelkedtem, hogy meghalt, de kiderült, így derült ki, hogy meghalt.
volt a srác, aki felrobbantott minket. Így utána? Na már nem tudom, mindegy. Négy van, az a lényeg. Haladhatunk tovább. Mehetünk is. Nézek egy kicsit az emberekre, de senki nincs itt fönt. Amikor éppen elemembe vagyok, akkor pont nem látják. A puskában van lőszer, bőven. Kedünk egy boss van csak. Az a baj, hogy ezen nincsen távcső. Úgy látom, nem indulunk el. Ja, csak. Ezeket gyorsan lekéseljük, hogy fejlődjön a kés is. Az ablakból elmozdult valaki, aha, kiment a hátsó ajtón, ott van bent a izé. Gondolom, hogy most már elfut. Ja, onda érünk, szerintem halló távolságon kívül leszünk. Az a büdös bosszina lenne ott. Mindegy, akkor késelünk. Nyilván itt meg tele vannak vízi szörnyekkel. Így lett meg. Végül is nekünk tökéletes.
Nyilván zárva volt a mi oldalunkról. Nem a mappot kell most nézni, hanem a izét. Itt a izéket ki kéne kerülni. A aljakat. Aj! Ja, hát neki ízét tápcsövese volt. Ő most vajon erre jött? Vagy ő volt az, akit láttunk és lekempelt? Ki tudja? Hopp, bocsánat. Meghallott, hogy mit kereselhetek még itt? Na, hát ez nem lett egy jó kör. Többet tartott betölteni, mint amennyit bent voltunk. És berakjuk a kedvenceink közé. Ezt is, mert egyébként ezzel tök jókat mentünk. Ezt jól van. Ja, hogy itt mutatja külön. De jó beleolvadt egyébként azzal a vörös ruháján valott a tájba. De tényleg nem értem, hogy mit csinált ott. Na azt, hogy lelőttem a boszorkányt, azt nem hallhatta meg. Na, hogy autópitussal lőttünk. Ha ment a másik pont felé, akkor az üveget se hallhatta már meg. Ezen felül meg nem hiszem, tehát hogyha kiszaladt a házba és elszaladt a másik irányba, ezen felül nem hiszem, hogy bármi meglátott volna minket, vagy valami. És megint egy boss. Nem játszik senki? Hát
Hihetetlen. Itt van egy kis kész, kés fejlesztés. Itt egy kicsit nagyobb. Mindenáltal azt hittem, hogy játékos. Még szar helyen van. Krúd. Meg még inkább. Inkább ölök zombikat. Akkor mit gyullaszt fel egyébként? Ezek így megmagyarázhatná a játék. Most szerintem csak egy zombi. Elment innen az a tüzes. Egy kicsit biztonságosabban érzem magam. Lehet, hogy ez a dóránk reagál. Próbáljuk felszedni. Most csak ilyen lassan közlekedhetek, mert félek, hogy ez a tüzes rám jön.
Igazán van sütőfegyverem. Így ezek. Ezek a baljak a világ legszemetebb helyén voltak. Nagyobb jelzés, hogy valaki itt van, nincs. Kiszedtük. Nagyon ropogtatnak egymásra. Nem baj, én nem talált meg, mert ez egy szúrós. Be kell mennünk az épületbe. Ekkora bulira nem számítottam ide bent. És a lövések felé kell haladnom. Mindegy. Ez az eventes szar. Ez csak egy zombi odabent. Ó, ez így szépen fejlődik most minden.
Messze van. Kicsit megtalálták egymást. Nem is jelték, de még senki nem vette föl. Ott most nagy lehet a puli. Menő lesznek a kijáratok. Fönt meg kettő mögöttem. Igen, pisztolyhős, alig HP van. Hol voltál? Itt ment a bokorba. De gondolkozok, hogy menjek még egyet. Járunk. Ebből 6%. Ez egész jó, az képest egy darab boszorkányt tudtunk meg. Nagant sima 34%-on áll. Az se olyan rossz, ahhoz képest, hogy annyira azért nem lövöldöztünk vele. A kés hogy áll? Heavy kés 89%-on jó, legalább a heavy kést még kiszedjük. Nem álljunk ki túl jól ezekkel a szamánkkel. Vagy mik ezek?